Szevasztok! Szevasztok! Nem vagyok a képbe. Na, Ati, itt vagyunk újra. Már beállítom a sopkának egyenes, igen. Szemüveg. Most nem borotválkoztam meg. Kicsit ilyen favágósabbnak nézel ki. Pedig mi csak ízlődünk, bohózkodunk, színészkedünk. Ja. Itt a fűrészmány és Sopronkövesden. És újra oleomag gépekkel fogunk dolgozni. Meg is mutatom melyikekkel. Itt vannak benne a csomagtartóba. Azt mondja, hogy egy oleomag GS350C, egy oleomag GS250T, és itt van vésztartaléknak az oleomag GS440. A feladat az lesz, hogy... Gyere be a képbe, Ati. A feladat az lesz, hogy kivágjunk kettő darab fenyőt itt benne az udvarba. Nem túl veszélyes elhelyezkedések, mindjárt bemutatjuk őket. Itt inkább csak annyi az apropója, hogy nem lehet őket elfektetni. Igaz? Igaz. Na, megmutatjuk őket. Várj, itt van az egyik fa. Másik fa meg... Nem ezt vágjuk ki, nem a diófán. A másik fa meg itt van. Mennyi lehet ez körülbelül? 8 méter? 9? 8-9 méteres. Nem olyan nagyok. Szépen lebontogatjuk őket. Ami fontos, mert el kell mondanunk, ugye, hogy ezt mi nem hivatásszerűen végezzük, hanem filmezés keretein belül, ugye, Ati? Így van. És ezért senki se utánozza, amit a filmben lát. Ez nem oktató show. Film, ez egy show. Ez egy őzike show. Azért az durva. Nem? Azért az durva, persze nem. Ez a fűrészmánia show. És úsgyi. Tehát senki nem utánozza, amit mi csinálunk. Ha véletlenül leesnék és balesetet szenvednénk, annál izgalmasabb lenne a film. Igaz, Ati? Igen. Jót röhögni, hogyha én levén belőnék. Biztos. Még dobnál rám is egy kis földet, nem? Persze, azért nem markoló. Na jó, majd megyünk tovább. Ati, mivel jössz? Mindig üres géppel jön. Azért az nagyon durva, nem? Hát negyedig van. Negyedig, akkor tankolunk bele. Abban mi van? Oda mi való? Ide. Kerozin. Repülőgép benzin. Adj neki. Na, ide való ugye az üzemanyag, ide való a lánckenő. Föltankoljuk a gépeket. Valaki itt süttyomba csokit eszik. Süttyomba eszik a csokit? Igen. Na jó, föltankoljuk aztán. Úsgyi. Biztonsági védőfelszerelés. Piros tanga. Kötélből font piros tanga. Ez egy régi hegymászáshoz használt. Úgynevezett beülő, vagy nem is tudom minek. Régi típusú, de gondolom új. Cipőfűzőből van fonva, nézd meg. Ja, így ez van. Úgy lesz, ebbe belelépek. Nézd meg, így kell fölvenni egy bugyit. Így. Bevág? Bevág a tanga, nagyon. Akkor jó van. Csak az érzés kedvé. És egy ilyen rögzíthető karabinerrel fogom fixálni. És ez most így rajtam van, igaz? Óha. Csecse? Milyen a hátulja? És ez úgy fog működni, hogy egy ilyen kötél, így átéri a rönköt, ide lesz karabinerezés, hogy megyek feljebb-feljebb, mindig rakom feljebb. Tehát külön ezekre még pluszba teszek karabinert. De már meglátjátok a gyakorlatban. Az a lényeg, ez fogja tartani a golyóimat. De a lényeg, hogy ne zuhanjunk le, igaz? Így jó. Na. Itt van a kis bodri, rám van kötve. Órázom. Benn van a képben rendesen? Benn vagy. Csinálok egy hideg indítást, nézd csak. Megmutatom. Meg kell pumpálni. Meg kell tolni. Meg kell cucálni. Cumi. Szivató. Szivató vissza. Átvetetelve. Kicsit bemelegítjük. Ugye így néz ki a bodri. Gyere. Jól fogadok. Az. Az lesz a terv. Létrán megvágom magamnak azt, hogy el tudjam kezdeni fölmenni a fán, és megmászunk utána a fán. Nem minden döntött ki? Létre tetején? Így döntsem ki? Ja. Létre tetején? Oké. Okay. Úgy lesz. Természetesen nem. De megpróbáljuk. Véletlenül megnyomtam a leállító kapcsolót, látod? Hát igen. Oh,
Ez az, amit ti ne csináljatok utánunk, mert ez szabálytalan. Mit fog csinálni? Elindítjuk a GS350-et. Aztán elkezded itt darabolni az állakat, mert már sok van a fa alatt, igaz? Igen. Megmutatjuk a fát. Még egy keveset kell rajta birkózni, utána összedaraboljuk. Na nézzük egy hidegindítást. Várj, egy valamit mondjunk el. A következő részben majd kap egy olyan módosítást az a GS350-es, hogy katalizátor nélküli kipufogót fog kapni. Mert rajta van ez a katalizátor, és igazából nem olyan vehemens ez a gép. Tehát megy, de ugye, még nincs is bejáratva, de be is járatjuk. És majd észre lehet venni, hogy ha megkapja a katalizátor nélküli kipufogót, hogyan fog harapni, igazából mennyire fog ugrani. A kertmotornál lehet hozzá kapni katalizátor nélküli kipufogót. A katalizátor ugye az a károsanyag kibocsátás miatti előírások miatt van rajt. Most mi ezt saját felelősségre majd kifogjuk cserélni. Kapott egy röngtámaszt is az Oleo. Egy kicsit nagyobbat kapott, mint ami rávaló szerintem. Mert most az van, hogy a láncfeszítést azt így elég komplikálta lehet megoldani, de nem baj, meg fogjuk oldani. Hosszú nyelű csavarhúzóval. Hosszú szárú csavarhúzóval meg lehet oldani. Na, indíts be aztán. Valamit dolgoz. Hogyan kell indítani? Mit nyomkodtál neki? Ezt. Csinálj a pumpát. Szivató. Vágás biztos kell, fűteszel, Ati? Igen. Csak melegít. Én azt veszem észre, hogy a katalizátor miatt szerintem olyan lassan akar ez a gép bemelegedni, nem? Igen.
szövihez képest. Szokásos hatos villamos hangzás, ugye? Csörömpöl a kuplunk. Belső kuplunk. És az általában ilyen csörömpölősek, igaz? Csilinget. Megjött a hatos villamos. Na, úgy gyi. Attila. Már mindig hátul állsz nekem. Ez az ágazás, ez pont jó lesz bejáratásnak ennek a kis gépnek. Ez igazán kiméletes katalizátoros kis gép. Megvadítjuk ezt a kis Attila, mi fog történni most? Most kidöntjük a fenyőt. Amit már lefejeztünk előtte. Most úgy néz ki, mint egy totemoszlop, igaz? Mi meghagyjuk. Ja. Fél, melyik fűrésszel fogod kivágni? 440-es. Miért? Mert azzal akarom. Ennyi. Na akkor hajrá, adj neki. Fél, arrébb álljak? Nem fogsz fejbe kólintani vele? Hova szeretnéd dönteni? Ide be a semmibe, nem? Jó, akkor egy kicsit arrébb állok, aztán vagy neki. Fölteszem állványra a kamerát, lehet jó, hogy jobb ötlet. Oh.
Now
350-es. Ugye lehetett látni, hogy nem egy túl szapor a gép. Mi mégis kidöntöttünk vele egy hozzáképes vastag fenyőt. Látszik, hogy nem erre van tervezve. Látszik, hogy nagyon komótos. Én azt vettem észre, amikor daraboltam, hogy nem szabad neki egyáltalán nyomni. Tényleg a klasszikus csak a saját súlyát engedni rá. Éles lánc legyen mindig az. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy... Mind a kisebb kategóriás gép. Azt gondolom, hogy csalóka ez a dolog. Még egyelőre ez ennyit tud ez a gép, de majd katalizátor kiiktatása után majd megnézzük, hogy mit produkál majd. Sokat fog rajta, szerintem hallani. Szerintem is hallani. Szerintem is sokkal jobb lesz a gép. Hirtelen nem tud felpörögni. Ami nagyobb domborított, ugye persze a 440-es, az külön ki se kell emelni, mert az egy hihetetlen jó fűrész. Szerintem. Hogyha minden részben azt mondanánk, hogy milyen jó, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy mindenki azt mondaná, hogy elfogultak vagyunk. Ami nagyon-nagyon domborított ma... Ez a kis foszos. Ez a kis mocsok. Ez a kis piszkos. Ez a rohadt szemét mocskos dög. Nézzétek meg, nyakig gyantás. Ez kap majd egy mosást, nitrohigítóval, benzinnel, ecetes ólóval, vagy ecetes fiszkersz fejszével fogjuk majd orvosolni, de nem. Természetesen megoldjuk, úgyhogy igen, dolgoztak az oleók. Világos lett az udvarba, itt is. Így már szerintem ott senkinek is. Nem kellene, nem? Tessék? Ilyen koszosan senkinek nem kellene. Ja, ilyen koszos Ferrarit még senki sem vett meg, igaz? Jó, természetesen gipkarbantartás után már sokkal dizájnosabb lesz. Megoldottuk feladatot, Ati. Már átfordítom a kamerát, ezt köszönjük el, jó? Szervusztok! Szevasztok! Csá!